Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, munkatársainkat. Megállapítom, határozat képesek vagyunk. Egy képviselőtársunk igazoltan hiányzik az ülésről. A napirendi pontoknál egy ügyrendi javaslatot szeretnék tenni. A 6-os napirendi pontot szeretném levetetni. A telek felajánlás napirendi pontot, hiszen ott a bizottsági üléseken arra a döntésre jutottunk, hogy további lépést teszünk még, és tisztázzuk ezt a vásárlást, úgyhogy nem szerencsés ebben akkor döntést hozni, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy hozzunk döntést, úgyhogy azt mindenképpen szeretném levetetni a napirendi pontról. Kérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi vagy ügyrendi egyéb más javaslat? Amennyiben nincs, kérnék szépen először szavazást az ügyrendi javaslatról, hogy levesszük a 6-os napirendi pontot, aki egyetért, ellenvélemény, tartózkodás nincs. Kérnék szépen a napi összességében a napirendi pontjainkról egy szavazást, ellenvélemény, tartózkodás nincs. Köszönöm szépen, megállapítom, egyhangulag elfogadtuk a mai munkánk sorrendjét. Igazából túl sok napirendi pontunk egyébként nincs. A két ülés között nyilván, amit a testület meghatározott, azt végrehajtottuk, azt elolvashatták a képviselőtársaim, illetve ugye ami változás történt a két ülés között, hogy az energetikai pályázatunk nyertes lett, a két épületnek a felújítása, a Szilágyi Doktor Féleház és a régi rendőrség épülete, 225 millió forintot nyertünk rá, és ezt majd látjuk is már a mai napirendi pontokban, benne van, hogy ezzel kapcsolatban indulni szeretnénk nyilván, hogy minél hamarabb egy közbeszerzés kiírása kerülhessen. Azt tudni kell, hogy ez mind-mind nyilvános közbeszerzés, ezek lesznek ez a beruházás. A bölcsődével kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy jövő hét végén, azt hiszem, hogy csütörtökön borítékbontáshoz érkezünk, tehát a beérkezett pályázatokat akkor fogjuk felbontani a közbeszerző, és akkor fogjuk megtudni, hogy milyen pályázat vagy pályázatok reményeink szerint, hogy reméljük fog érkezni pályázat. Még egy dolog, ami május 20-án az Agrárkamara választást tart. A művelődési házba kerül sor a választásra. A választás ugyanúgy zajlik egyébként, mint minden más választás. Reggel 6 órától délután 19 óráig lehet a szavazatokat leadni. Két szavazófülkét lesz felállítva a művelődési házban, és aki agrárkamarai tagsággal rendelkezik, azok jogosultak a szavazatok leadására ezen a napon. Úgyhogy az a tiszteletteljes kérése van az agrárkamarának, hogy minél többen, akik erre jogosultak, azok járuljanak a szavazáshoz, hogy egy viszonylag jó részvételi arányt is el lehessen érni. Nyilván ennek van nálunk is vonzata, hiszen Kovács Gusztáv képviselőtársunkat is érinti a választás. Segíts Gusztikám? Így van. Tehát, illetve Attila pedig a küldött, Juhász Attila, meg megyei küldött a agrár. Picit hangosabban mi? Húzd már magad elé a mikrofont, és úgy... Igen, mert nem hallották. Igen, azt húzd magad elé, és úgy mondd el. Tehát igen, mert ez úgy működik, aki esetleg még nem teljesen tudja, hogy van helyben egyébként egy bizottság. Ez milyen bizottság? Föld, tehát aki a föld eladás... Ennek ott van nagy jelentősége, amikor a földeladás van, és ez a helyi bizottság dönt arról, hogy ki a rangsorba az első, igaz? Jó, segítsél, Guszti, vagy mondd el, inkább odaadom a szót, jó? Én is az agrárbizottság elnöknek vagyok, vagy agrárbizottságnak vagyok elnöke, azon belül pedig a földbizottságnak is az elnöke, és itt a helyi földadásvételeket első körben is szoktuk élményezni, ott a kamai lakosok részére, és a kamai föltörőket. Köszönöm szépen, úgyhogy azért mondom, hogy van ilyen szempontból nekünk is van érdekeltségünk Kabán is, hogy kik kerüljenek
ebbe a pozícióba, és én azt gondolom egyébként, hogy teljesen korrekten, éppen ma volt délelőtt 9 órakor egy megbeszélésünk az Agrárkamarával ebben az ügyben, ahol Gusztiék is természetesen részt vettek, illetve az Agrárkamara részéről, és éppen azt állapítottuk meg egyébként, hogy nagyon tisztességesen történik Kaván, ahogy mondta Guszti, a kavai földek vonatkozásában ezek a megállapítások, és mindig tényleg az van, hogy még fellebbezés, meg egyéb ilyen ügyük sem volt ebből kifolyólag, hogy valaki itt olyan sérelmeket szenvedjen, mert azért ez egy kínos, tehát azt azért tudni kell, hogy egy kényes, így mondom inkább, egy sokszor, sok esetben nagyon kényes, mert ugye Kaván egy földvásárlásnál azért gyakran előfordul, hogy többen bejelentkeznek a vételre, amikor egy kifüggesztés megtörténik, és ott bizony nagyon-nagyon el kell dönteni, hogy ki az, aki a törvény szerint, egyébként jogszabály szerint kikerül első helyre a helyben lakó, meg egyéb más vonatkozásba, de ez tényleg nagyon korrekten működik, úgyhogy mindenképpen arra szeretnénk kérni a lakosságot. Egyébként akinek van kamarai tagsága, azok a május, azt hiszem, olyan utolsó két hetében mindenképpen fognak egyébként a címükre kapni erről tájékoztatást, névre szólóan, hogy a választáson meg fogják őket kérni, hogy vegyenek részt és szavazataikkal erősítsék ezt az agráriumos történetet. Úgyhogy köszönöm szépen, tájékoztatásul ennyit szerettem volna elmondani. Kérdezem, hogy van-e valakinek még a két ülés közötti, amennyiben nincs egy szavazás, kérek szépen, ellenvélemény, tartózkodás nincs, köszönöm. Akkor átérünk a mai napirendi pontjainkra. Első napirendi pontunk a 2021. évről szóló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása. Hát amit láthattátok, 18 napot töltött el egyébként a belső ellenőrzés az ellenőrzésekkel. Volt egy soron kívüli ellenőrzésünk, amit mi kértünk, ez a iparűzési adóbevételnek egyébként a nyilvántartásának a vezetése volt, azt mi külön kértük itt a hivatalból, hogy ezt nézzük meg. De amit lehet látni belőle, hogy tulajdonképpen a gépkocsi vezetés a dokumentálásnál kértek szabályzatot, meg tehát ezeket a kiegészítéseket. Azt szeretném elmondani, hogy ezek mind pótolva lettek természetesen, úgyhogy rendben van minden téve. Kérdezem, hogy kinek van ezzel kapcsolatban, mert ugye nyilván többiről meg minden egyébként elolvasta mindenki, hogy tehát nem olyan hibákat tártak fel itt sem, de szabályzat mindenképpen szükséges volt hozzá. Kérdezem, van-e valakinek kérdése vagy véleménye? A bizottság tárgyalta, a pénzügyi bizottság parancsolj. Így van, pénzügyi bizottság tárgyalta, gyakorlatilag a bizottság ülésen egy megfoglalmas tömegre foglalt, ezek hangzottak el. Ennek is mindenképpen elfogadásra javasoljuk az előterjesztést. Köszönöm szépen. Van-e valakinek még, amennyiben nincs egy szavazás, kérnék szépen a határozati javaslatról. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. Köszönöm szépen. És akkor megkezdjük a majdnem, tehát ez ilyen mind pályázattal összefüggő napirendi pont lesz, amit az elején is már említettem. A kettes napirendi pontunk az energetikai fejlesztés Kabatelepülésen című topos pályázat megvalósításához tervező megbízása, kiviteli tervek készítéséhez. Ugye eddig azért már előre dolgoztunk ebben, hiszen egy költségvetést kellett, hogy készíteni, azért át dolgoztak ebben az ügyben. A pályázat beadásához egyébként is erre szükség volt, de most már a kiviteli terveket is el kell készíteni ahhoz, hogy a közbeszerzés el tudjon indulni. Úgyhogy azért hoztuk sürgősen be, hogy tehát mindig attól félünk, szeretném hangsúlyozni, hogy minél több idő telik el. Ugye adott esetben a mai építőiparban lévő áremelkedések, tehát nem szeretnénk oda jutni, minél, az a cél, hogy minél hamarabb szerződést kössünk valakivel, ami meg leszerződött áron, az meg is építi. Tehát ez a lényege egyébként, úgyhogy ezért sürgetjük, hogy minél hamarabb menjen. A kiviteli tervek készítéséhez, amint láthatta a testület, a Föld, hadd segítsd, mutasd meg, igen,
A Faldon Építész Kft-t szeretnénk megbízni a kiviteli tervek elkészítésével. A pénzügyi bizottság tárgyalta, parancsolsanyi. A bizottság tárgyalta, a legjobb ajánlat került előterjesztésre, és javasoljuk a tárgyalatot, a tárgyalatot. Köszönjük szépen! Kérdezem, hogy van valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése vagy véleménye. Amennyiben nincs, kérnék szépen egy szavazást. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. Köszönöm szépen. Hármas napirendi pontunk, ugyanezen pályázathoz kommunikációs feladatok megrendelése. Itt a Hajdú-Bihar megyei fejlesztési ügynökség kerülne vele megbízásra. Azt még azért szeretném elmondani, tehát ezek a költségek mind be vannak építve természetesen a pályázati költségekbe, és ez a pályázat 100%-os támogatású. A topposok eddig is azok voltak a toppos pályázatok. A pénzügyi bizottság tárgyalta, parancsolj, Sanyi. Tárgyaltuk az előterjesztést, elfogadásra javasoljuk a testületnek az elhangzottak miatt. Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérnék szépen egy szavazást. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. Köszönöm szépen. Négyes napi rendi pont. Ugyanez a pályázat, projektmenedzser megbízása. A Hajdú-Bihar megyei fejlesztési ügynökség. Bizottság tárgyalta. Változatosság kedvéért. Itt is ezek kedvezőt. Nagy vitákat nem váltott ki ennek bizottság ülésen se. Belefér a tervezetbe, a legjobb ajánlatokat javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, egy szavazást kérnék szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. Ötös napi rendi pont. Itt a VP-s, a vidékfejlesztési pályázatunk a külterületi utaknál. Közbeszerző kiválasztását szeretnénk kezdeményezni. Itt a Hajdú, hogy hívják, Hajdú Perfect közbeszerzési tanácsadó BT-t adta a legkedvezőbb árat a közbeszerzésre. Egyébként dolgoztunk vele, ez vele is már többel, de ezzel a hölgyel is. Egy körültekintő, megbízható közbeszerző, tehát eddig még soha nem volt probléma a munkájával. A bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasoljuk ezt az előkerületet. Köszönöm szépen. Annyit ezzel kapcsolatban el szeretnénk mondani, hogy itt azért most van kiválasztva, mert most kezdünk odaérni, hogy ott azért kellett, emlékeztek rá, hogy a magánszemélyeknek is kellett felajánlani területet a földjükből, és azt ki kell alakítani, tehát ezt végig kell vinnünk a földhivatalon is, hogy telekalakítás, meg minden egyébnek meg kell lenni, ki kell vonni a művelősiákból azt, amit nekünk ott felajánlottak, tehát azért ez még egy elég bonyolult kis eljárás, úgyhogy de ezzel folyamatosan, tehát igyekszünk és csináljuk, hogy mire oda kerül a sor, mert nyilván közbeszerzés csak akkor lehet elindítani, amikor ezek a papírok teljesen a földhivatalnál átvezetésre kerülnek. És azért ezt hozzá kell tegyem, hogy nem egy egyszerű folyamat esemény. Úgyhogy főleg úgy, hogy van egy földtulajdonos, aki Sopronban él, és ott elég nehézkesen sikerült beszerezni, és mondjuk Kovács Guszti közbenjárásával sikerült megszereznünk nagy nehezen a hozzájárulást is, úgyhogy majd most nyilván képviselőtársunkra fogunk támaszkodni abban is, amikor most ügyvédelőt kell majd neki nyilatkozatot tenni, hogy vagy egy ottani ügyvéddel, meg két lehetőség, vagy idejön és itt nyilatkozza le, de azt is meg lehet tenni, azt mondta az ügyvéd, hogy ott egy ügyvédelőt. Nyilván azt majd mi ki fogjuk fizetni, de ott lehet tesz egy nyilatkozatot, és akkor nekünk az is megfelel, csak hogy ez ne két hónapot vegyen igénybe, mint a lemondás, akkor az nagyon fontos lenne. Jó? Úgyhogy előre kérném a segítségedet. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, egy szavazás, kérnék szépen a napirendi pontról. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. A hatos napirendi pontot levettük, tehát értelemszerűen átmegyünk rajta, átugorjuk. Hetes napirendi pont,
a Gulipán Természetvédő Kulturális és Életmód Egyesület eszközbeszerzés a Kabai Helytörténeti Gyűjtemény Közösségi Térbe. Ez a úgynevezett líderes pályázat volt, amelyik a Gulipán Egyesület pályázott, és ez a most felújítandó régi rendőrség épületében a helytörténeti gyűjteménynek a berendezési tárgyait takarja tulajdonképpen, tehát a vitrinek, a megvilágít minden más, ami oda szükséges. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, mivel egy minimális azért az önrész is 5%-os önrésszel, mint egyesület, ő tudott erre pályázni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel gazdagodunk, hogy ez megoldódik. Úgyhogy ez egy 5 millió forint, de nyilván ehhez nekünk meg kell előlegeznünk ezt az összeget, hogy ő meg tudja ezt pályázni. Nyilván annyit tudunk ígérni, hogy nagyon gyorsan lefolytatjuk, már folyamatban is van az ár, most ilyenkor megint 3 árajánlatot kell bekérni, tehát azért ez sem mindig egyszerű ezek a pályázatok. De nyilván próbáljuk felgyorsítani, hogy a kifizetési kérelmet a MVH felé be tudjuk nyújtani, és akkor ott már minél hamarabb, akkor visszakapja egyébként a pénzt a egyesület először is. Jó, akkor a pénzügyi bizottság ezt megtárgyalta. Elfogadásra javasoljuk a megtárgyalást. Köszönöm szépen. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérnék szépen egy szavazást, ellenvélemény, tartózkodás nincs. Visszatérve ugyanez lesz igaz az óvodába, és emlékeztek rá, 8 millió forintot meg előlegeztünk a udvari játékok beszerzésére, azt is a Líder pályázatból nyerte a, ott meg az óvodának az alapítványa pályázott, de ott is próbáljuk gyorsítani a játékok, mert ott folyamatban van, csak ott arra várunk, hogy jöjjön, aki szállít, és letelepítse tulajdonképpen a játékokat, és akkor az tud teljesülni hamar. A 8-as napirendi pont, egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívüli helyezése, ez ugye arról van szó, hogy ami hatályát veszti egyébként rendeletek, azt időnként azokat hatályon kívül kell helyezni, ami már egyébként nem is kell itt az önkormányzatnál, úgyhogy átadnám a jegyzőasszonynak a szót, hogy ismertessék most lettem. Igen, köszönöm szépen. Tehát folyamatosan végezzük az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát. Petivel nagy segítségemre van, és ugye most végeztünk egy teljes körű nyilvántartást, amiben megállapítottuk, hogy 88 rendeletünk van, de ebbe természetesen a módosító rendeletek is beletartoznak, és megkezdtük a helyi rendeleteknek a felülvizsgálatát, és ezt ilyen többkörös részben tervezzük. Legelső körön azokat a rendeleteket szeretnénk hatályon kívül helyezni, ahol párhuzamos szabályozás van. Tehát ez azt jelenti, hogy úgy került sor egy új rendelet megalkotására, hogy ezeket a rendeleteket nem helyezte hatályon kívül, tehát jelenleg itt ezeknél a rendeleteknél párhuzamos jogi szabályozás van, és utána pedig folyamatosan vizsgáljuk felül a rendeleteinket, és ahol még elavult jogszabályi rendelkezéseket találunk, azokat az aktuális jogszabályoknak megfelelően felülvizsgáljuk és alakítjuk. Én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Igen, és akkor mondd már, hogy melyik azok, amiket... Igen, tehát akkor hatályát vászti a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 30/2005-ös önkormányzati rendelet, a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013-as önkormányzati rendelet, a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése megállapításáról szóló 26/2014-es önkormányzati rendelet, és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2019-es önkormányzati rendelet.
Jó, köszönjük szépen. Tehát úgy gondolom, hogy de nyilván még majd lesz ennek, mint ahogy mondta a jegyzőasszony, lesz folytatása, mert ugye azért rengeteg, meg ugye, ahogy elmondta, hogy mindig van egyébként módosítások vannak. Tehát azért ez, van ahogy egy rendeletben ugye már van többször módosítva is, úgyhogy nem, tehát azért most át kell mindent. Így van, mert kell vizsgálni. Igen, most már elektronikus Loclex rendszerben dolgozunk, és most már úgy rakja be a rendeleteinket, hogy beépíti a módosításokat is, tehát egységes szerkezetben lehet látni. Most az új módi szerint most már akkor másképp. Könnyebb lesz kezelni. Így van. Így van, sokkal könnyebben kezelhető nyilván. Átláthatóbb teljesen. Igen. Köszönjük szépen. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdés? A nagy vitát nem fog kiváltani. Bízunk, hogy a törvényesség őrei ezt helyesen látják. Akkor aki, ez mi ez rendelet, kérnék szépen szavazást a rendeletről. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Köszönjük szépen. És akkor tulajdonképpen ezzel a mai nyilvános ülésünk végére is értük. Köszönjük a ülést, és zárt ülésen folytatjuk a munkánkat.